Három templom, három felekezet és egy sikeres éjszakai rendezvény, összefogással és együttműködéssel. Így jellemezhetjük a múzeumok éjszakájához kapcsolódó kezdeményezést. A találkozó este 9 órakor a Szent Imre templomban közös énekléssel kezdődött. Szabó János plébános bemutatta a templomot és a gyülekezetet. Beszélt az almádi jelképévé vált Szent Jobb kápolnáról is. Ebben a kis kápolnácskában őrizték Szent István jobbkéz ereklyéjét 1901 és 44 között, ugye a háború idején elmenekítették aztán Ausztriába. Na most erről azért ugye nincs semmi sem véletlenül, hogy megvan ez a kis kápolna, éppen a templomot kifestő Bicskei Kárle Jánostól értesült a plébános Pintér Sándor, és szintén ezzel a fiatalos évvel azt az ihletet kapta, mondjam így, a Szentlélektől, hogy próbálja ezt megszerezni. A kijáratnál templom alakú mézes kalácsot adtak a résztvevőknek. Szívem csendben az Úrra figyel. Ezzel az énekkel fogadták a csoportot, ezt követően a református templomban. Itt Steinbach József református tiszteletes megemlékezett Bolla Ferencről, a gyülekezet alapító lelkészéről. Beszélt a közösség szorgos mindennapjairól is. Jó ebben a gyülekezetben szolgálni. Én személy szerint nagyon hálás vagyok, hogy ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora lehetek. Egy nagyon aktív, áldott munkatársi csapattal, akik nagyon sokat segítenek. Ez a templom mindig megtelik téli időszakban is. Ideális esetben most ugye a raktár egy ideig fent van a tetőtérben a gyermek Isten tisztelet, itt van a gyermek megőrző jobb oldal, ki van hangosítva és kivetítve az Isten tisztelet. Nyáron pedig a tél is tele van, ki van hangosítva, mert a nyaruló testvérek is jönnek Isten tiszteletre. A templomok éjszakájának utolsó állomása pedig az evangélikus gyülekezet temploma volt, ahol zárásként elmondták a mi atyánkot, és agapéként kuglóval és teával kínálták a csoportot. Izsó Zoltán evangélikus lelkész mutatta be a templom keletkezésének történetét és a gyülekezetet. Ezt követően a templomkertben mécseseket helyeztek el. Itt kaphatták meg az utolsó ajándékmatricát a résztvevők, és így teljessé vált az ige az emlékkönyvjelzőn, mely szerint maradjatok meg szeretetemben. A csillagfényes sétát végigkísérték fiatal énekesek Nádasné Varga Katalin vezetésével.